Birodalmi rohamosztagos és más szereplők a Star Wars univerzumból a pécsi Zsolnai negyedben második alkalommal rendezték meg a Star Wars napot, ahol várták a rajongókat és a jelmezeseket is. Én 2012-ben látogattam el az úgynevezett Mondokon rendezvényre, ott láttam ilyen őrült jelmezeseket, és akkor azt mondtam, hogy nekem is kellene ilyen jelmezek, és rendszeresen járok ezekre a rendezvényekre, eddig fantasy jelmezeket csináltam, aztán bejött a Mandalori, és kicsit megőrültem én is, úgyhogy elkezdtem Star Wars jelmezeket sorozatosan gyártani, úgyhogy így lett, hogy itt is kikötöttem Pécset a Star Wars rendezvényen. Bekattant az anyamra elég rendesen. Ez még gyerekkoromban jött, ugye, amikor apám elvitte a Jedi visszatérre, és hát onnétól kezdve nem volt megállás. Úgyhogy igazából ez egy gyerekkori álom lett, ugye, hogy lett nekem egy rohamosztagos páncélom. Úgyhogy most hála az égnek megvan, tehát itt egy igazi nagy gyerek. Ugye nem nőttem föl, de nem is akarok. Ugyanis itt a Star Wars-nak ez a szeretete, ez úgy néz ki, hogy ez minden korosztálynak megvan. Tehát a legfiatalabbaktól kezdve a legidősebbekig, úgyhogy ezért is tetszik ez, és ezért is jó. Az elmúlt 44 évben a Star Wars filmek, a hozzájuk kapcsolódó sorozatok, animációs verziók, különböző tartalmak egyre erősítették a képzelt univerzum kultuszát, ami hatással volt sokakra. Közben pedig újabb és újabb nemzedékek nőttek fel, akik csatlakoztak a rajongók táborához. Meg sem tudom neked ezt fogalmazni, hogy ez mi, mert bennem ugyanez van, és gyerekkoromban megfogott, és azóta a hatása alatt vagyok, ez ugye látható, de nem csak én vagyok így, nem csak te vagy így, szerencsére nagyon sokan vannak itt a rendezvényen, és én úgy gondolom, hogy amikor ide belépnek, akkor megszűnik a korkülönbség. Tehát itt most mindenki gyerek, mindenki élvezi, úgyhogy szerintem ez kortalan, ez mindenképpen. De az igazi mi voltját, hogy miért rajongunk, ez valahogy szívből jön, és ez valahogy megfogja az embert. A Star Wars napnak jótékonysági szála is volt. A szervezők megkeresték a pécsváradi Sági Dominik szüleit, hogy segítsenek a beteg kisfiúnak. Egy 4 éves kisfiú, aki itt is van anyukája kezébe pont, és ő egy izomdisztrofiában szenvedő kisfiú, 4 éves, ugye ezt már mondtam, 6 éves koráig meg kell kapni a génkezelést. Ez a génkezelés, ez nagyon költséges, ez 1,3 milliárd forint, tehát óriási összeg, ez kimondani is szörnyű. És ez az ügy mellé álltunk mi be egy sisakkal, amit én készítettem Banka Attila barátommal. Ez a sisak egy Ahsoka mintára készült klónsisak, amit Molnár Ilona dedikált is, tehát egy dedikált sisakról beszélünk. Ezt árverezték el az eseményen. A Star Wars napon előadások, színpadi beszélgetések, bemutatók tették érdekesebbé az egész napos programot.